Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary a Blockchain tudás én Pink vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy jelen pillanatban bitcoin kitörés, és akár már lehet, hogy ezen a héten újabb bitcoin csúcsot láthatunk. Érvek, ellenérvek, nézzük azért ezt a dolgot meg. Aztán a második hír arról szól majd, hogy a base chainen egyre nagyobb a pörgés, megdőlt a TVL-nek a rekordja is, ugye a BASE-en is megjelentek a mémek, és a solánáról kicsit a figyelem talán a BASE irányába ment. Aztán a héten jönnek majd a CPI adatok, a fogyasztói árindex, és az utolsó hír pedig paraguay kapcsolatos, ahol betilthatják a Bitcoin bányászatot, hozom majd a kérdezfelek rovatot is természetesen, és ne felejtsétek el, hogy azok, akik naprakészek szeretnének lenni kriptó témában, azok iratkozzanak fel erre a csatornára, ugyanis én minden nap hozom a legfrissebb kriptos blokklánc híreket, látjátok, hogy igencsak nagy mennyiségű videót hozok folyamatosan, minden nap jönnek short videók, és hétfőtől csütörtökig vannak ezek a hosszabb videók is. A lényeg az, hogy napra készen tartsanak, ha ez fontos, akkor mindenképpen ö, ugye, csatlakozzál egy feliratkozással, valamint ne felejtsd el, hogyha tetszik ez a tartalom számodra akkor meg egyszerűen nyomja egy lájkot, like neked egy mozdulat, de nekem egy tök jó visszajelzés, a csatornát is segíti, és akkor vágjunk is bele. és az itt látott hat könyvet is eléred a blockchainbloom.com oldalon ugye itt minden fontos dolog megtalálható, ami a kriptó edukációval kapcsolatos, hiszen az egész blockchain bloom részemről ezért, erről szól, ezért született, ugye így néz ki itt az oldal, és sok mindent megtaláltok, találtok itt teljesen ingyenes képzést is, ezt muszáj tudnod, miért kriptóba fektetsz, 10 plusz egy nagyon hasznos lesz kell a számodra, aztán itt vannak lejjebb a kurzusok, hogy egy-egy témát jobban szeretnél megismerni, a könyvek pedig nagyon jó alapot adnak. Tehát tényleg, hogyha szeretnéd magad képezni ezen a területen, szeretnéd sikeres lenni, akkor itt megkapod a lehetőséget. Valamint itt van a BCB klub, ugye itt vagyunk már évek óta több százan és ugye mindig teltházasak szoktak lenni a BCB Klub találkozók is, már tíz is volt, minden második hónapban rendezzünk meg. Ide pedig folyamatosan teszem föl a legfontosabb dolgokat. Például most előbb feltettem a heti elemzést. Ugye ne felejtsétek el, hogy ez a Patreon, ami átalakult március végétől, még minden tartalmat április 30-ig a Patreonra is felteszek, de azt ott be fogjuk fejezni. Mindenki, aki szeretné be a piacból a legtöbbet kihozni, ahogy eddig is tette, sikeresen, akkor az egyszerűen át kell, hogy regisztráljon ide, azt bezárja, megszünteti, a patreon on föltettem, hogy ezt hogyan kell megtenni, és utána itt újra regisztrálni. Egyébként ide nagyon egyszerűen a honlapon eljöttök, és például itt van a BCB klub, rákattintasz, és elhoz ide. Itt pedig itt van az éves tagságra, vagy havi tagságra, ne felejtsd, hogy évessel, két hónapot nyersz. Tehát aki a hosszú távon gondolkozik, azt mondja, hogy 24 egy tök jó év lehet a kriptóban, annak bőven az évest éri meg a legjobban, hiszen két hónappal kedvezőbb. Itt van, hogy konkrétan mit tartalmaz ugye minden tagság, hogyha választod. A platinát azért nem szoktam nagyon reklámozni, mert ez általában mindig tele van, tehát most sincs helyem a platinában. Ha van jelentkeztek, akkor ha egy-egy felszabadul, akkor tudok, tudok helyet adni, de itt max 5 embert vállalok, többet nem, és ez jelen pillanatban is tele van. Uh, viszont a VIP tagsággal pedig minden tartalmat látsz, és itt van, tehát ezt is most föltettem, de amiről ma fogok beszélni, nézzétek, mert direkt hatodikán fölhívtam a figyelmet erre, hogy itt a kiterő, kitörés előtti időszak. Tehát, hogyha nem akarsz lemaradni ezekről a dolgokról, akkor dönthetsz úgy, hogy ide és csatlakozol a BCB klubhoz. Na, de akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki a piac. Jelen pillanatban ugye 4,4%-ot ment fel a bitcoin, 72.380 dolláron, Ethereum 7%-ot, 3631 dolláron jelen pillanatban. Ha megnézzük a nap nyertesét, Lido 16%-a, aztán Nio 15, vagy majd jön Dog with Head, szintén 15%-os emelkedésben, többi szépen emelkedik. Az INE eset 8%-ot, de milyen szépet ment előtte, Wormhole 4%-ot és IKES kb. 3%-ot, tehát láthatjátok, hogy igazából vesztesek nincsenek jelen pillanatban, inkább megyünk szépen most ismételten felfelé, és ez is az első hír, beszünk akkor erről a bizonyos bitcoin kitörésről. Szóval, ahogy itt ugye e, mutattam előbb, ez volt a hétvégi posztom a BCV klubban, és most ugye hétfőn, hogy erre fölkészülvén, ugye itt látjuk, hogy át is törtük ezt a e, három e, szöget. Ha ezt a fajta három szöget látod, és azt ne, e, ez előbb-utóbb ugye oldalazás, oldalazás, csökken a volumen, és egy idő után ugye van a kitörés. Itt lehet felfelé is, lefelé is. Nagyon fontos. Jó, tehát ez nem egy emelkedő háromszög, például egyértelmű, hogy felfelé fog kitörni, ugyanakkor ö, bizonyos értelemben ö, lehetett volna erre nagyjából egy emelkedőt is ráhúzni, akár még a heti csárton, ami tök jó, de szerintem most ezt jó, hogy éppen ezt figyeljük. Amit én itt most nézek, tehát egy megvolt a kitörés, ez nagyon fontos. A másik az, hogy fontos lenne, hogy felette zárjunk. Ha felette zárunk a napin, akkor jó eséllyel uh, lehet az, hogy, hogy tovább folytathatjuk a másik. Az eddig mindenkori csúcs, tehát nézhetjük úgy is, hogy a gyertya testét, vagy éppenséggel a kanócot is beleveszünk, hogy a kanócot beleveszünk, akkor ez 73.835 dolláron van. Jelen pillanatban még há... 72.300-on van a bitcoin, tehát nagyon-nagyon-nagyon megközelítettük ismételtem és egyenlőre ez olyan, mint a tankönyvekben szokott szerepelni, majd meglátjuk, hogy hogy ö, fog ez bejönni. De igazából, ha itt mégis úgy dönt, hogy bejön alá, visszajön, és kicsit lemegyünk, akkor lehet, hogy innen megint akkor nem tudom, hogy 67 körül ismételten fordulunk, és onnan indulunk. Tehát előbb-utóbb a bika piacban megyünk majd felfelé. Összességében ugye én úgy vagyok vele, hogy 2023 tavasza óta a, úgy gondolom, hogy abszolút bikás a helyzet, azóta szerintem lehet is látni, ugye megyünk felfelé. Igen, tudom, hogy mindig vannak ezek a, a medvés hírek, mert az ember csomó youtuber teledobálja ezzel. Ennek ellenére én ezt továbbra is bikásnak látom, ezt a csártot most már immáron egy éve. És hogyha ezt megnézed, ugye ezt is kommunikálom én mindig, nézzétek meg a hátra a heti bitcoin csártot. Tehát Tessék, több mint egy éve egyébként, de nyilván én itt egy kicsit még óvatosan kezeltem a dolgokat, de utána, utána úgy gondoltam, hogy igen, ez egy, ez, egy, ez egy változás, és még egyelőre ezt tartjuk, most is ugye itt vagyunk a, a mindenkori csúcs ö, környékén, és talán ami még ugye fontos, hogyha megtörténne ez a kitörés ö, ugye fölé, és mennünk tovább, akkor ha elhagynánk ezt a zónát, március közepe óta itt vagyunk, ugye erről a heti is ma többet beszéltem, és ö, egyszerűen egy oldalazás van március 5-én, a, megtört a jég, ugye 69 ezer fölé emelkedtünk először ö, a bitcoin történelmében, ugye a legutolsó csúcs 2021 novemberében volt, 69 ezernél, tehát fölé emelkedtünk, és utána azóta föl, de lehet látni itt az oldalás most, itt van az esély az újabb kitörésre, ezért is adtam ezt a címet a videónak. Szóval most érdemes szerintem ezt figyelni. De emellett, hogyha megnézitek, akkor először is itt vannak a beáramlások a Bitcoin Spot ETF-ekben, kiáramlások lehet látni, hogy abszolút pozitív a mérlek, hogyha ezt az elmúlt 13 hetet nézed, mióta ugye január 11-e óta lehet Bitcoin Spot ETF-el kereskedni az Egyesült Államokban. Itt valaki be is linkelte, hogy két ok itt a GBTC kiáramlása, itt az FTX, ott pedig a Genesis. Ne felejtsétek, hogy Bitcoin halving 11 nap múlva, ez az egyik legfontosabb dolog a Bitcoin ciklusokban, ezeket a négy éves ciklusokat abszolút ez mozgatja, és már csak 11 napra vagyunk tőle. Ez pedig azt jelenteti, hogy újabb lendületet kaphat a bitcoin. Tehát ez is abszolút pozitív. Ha megnézitek, visszamenőleg, az nem azt jelentette eddig, hogy akkor megtörténik a halvén, és másnap rögtön kilövünk, hanem eddig mindig az volt, hogy utána még akár egy kicsit vissza is húzódott, de ha az azt követő hónapokat nézed, hogy mi történik 3-4-5-6 hónappal alatt, akkor mindig egy újabb lendület van. Eddig ezt láttuk. Most mit látunk? Hát azt majd meglátjuk. De minden esetre ebből tudunk ö, dolgozni. És amikor ugye elkezdesz gondolkozni, hogy itt a gyerekek mi történik itt a kriptóban, akkor nézd meg ezt a, le is veszem itt a hangot, mert az nem fontos, de itt éppen kérdezik a nénit, hogy van-e valamilyen ugye, ilyen mémkonya, sitkonya, és nézd meg, itt a piacon, amellett, hogy pár dolgot még elad, nem tudom, hogy mit árul lisztet, vagy ekkora mennyiségben kokain, nem tudom, <laughs> <laughs> Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy hogy meg, mutogatja valami happy kettet kérdeztek tőle, és persze, hogy van neki, azt is izé, szwappolja, ide-oda küldözgeti. Tehát itt vagyunk. Jelen pillanatban a Google trendet megnézed, akkor láthatjuk, hogy igaz, itt vagyunk jelen pillanatban, hogy nem ott tartunk közel sem, mint amikor a, a mindenkori csúcsok voltak a bitcoin szó, való rákeresésre, de hogy már nem a legaljában vagyunk, az biztos. Tehát valahogy félúton, és a meme látjuk igazán, hogy azért egyre több kisbefektető is, ugye retail befektető is megjelenik de a bitcoin vásárlás az főleg most jelen pillanatban a nagyok mozgatják, az altcoin szezon nyilván az is érkezik majd, és az altcoinoknak is volt már egy-két remek pillanata, pláne egy jó pár mémnek. És ha már a mémcoinokról beszélek, akkor egy pár szót mindenképpen említenék a base hálózatról, ugyanis igencsak jó formában van, növekszik a total value locked, ugye a TVL, és mindenkori csúcson van, és ezt a hálózatot is jelen pillanatban nagyban, ö, ugye, pörgetik a mémek. Szóval egy chain, amit érdemes szerintem figyelni ebben a bika piacban, ez pedig nem más, mint a base, ahol lehet látni, hogy a TVL ugye elérte a 4 milliárdot, itt a havi szintet nézzük, és egyébként itt a tranzakcióban is lenyomja az Ethereum-ot és az arbitrumot is egy bizonyos időszakban. De hogyha megnézitek itt a DeFi lámánál, akkor jól látható hogy itt a TVL, tehát a Total Value locked, ami ugye be van zárva ezen a, 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 a hálózaton, a láncom lehet látni, hogy még itt március elején még ilyen 500-600 környéki szinten voltunk millió dollárban, addigra most ugye itt van mindenkori csúcson több mint 1,4 milliárd amerikai dollár, tehát igencsak jelentősen megindult. És lehetett látni, hogy a különböző ugye coinok -ok is megindultak a base -t. Kicsit a szolánáról a figyelem a base-re ment át. Ugye a Circle Coinbase van lényegében mögötte, és ha belegondolunk, hogy a Coinbase-nél is bejelentették, hogy ö, ö, mint a, az ügyfelek, mint a, a vállalati usd ket is átpakolják majd a base hálózatra. Tehát ez egy olyan hálózat, amit szerintem mindenképpen majd érdemes ö, figyelni, és lehet, hogy sok minden indulhat majd ö, ezen is a jövőben. Minden esetre jelen pillanatban az ezen lévő dolgok a, azok, amik, 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 talán most éppen a legjobban mennek. De ezt tudjuk, hogy mindig változik. Van, a Solana volt, aztán amikor az Avalanche-nél, aztán jön a Base, aztán újra megy a ö, körforgó, tehát uh, újabb és újabb uh, ilyen emelkedések vannak, újabb újabb kitörések. Erről szól a Bika pihat, és mindig így után jön egy korrekció, amikor kicsit már kicsit kipukkad a lufi, akkor uh, profitot uh, neki realizálni, akik eddig ugye sikeresen sáfárkodtak ott, és utána mennek át az újabbra, újabbra, tehát így tényleg körbenjük ebbe a vetés állandóan a Bika piacban. Na jó, és akkor jön a következő, csak egy pár szó arról, hogy a héten lesz, jönnek majd a CPI adatok. Szóval a CPI adatok érkeznek a héten az Egyesült Államokban. Nézzük, hogyan küzdenek az inflációval. Tehát ugye már, mi az április 10-én várhatóak a márciusi adatoknak a kihozatala. Ugye most az előrejelzés az 3,4 ot jelez előre. Ha megnézzük az elmúlt három hónapos időszakot, akkor lehet látni, hogy az előrejelzés mindig jobbnak ígérkezett, és végig is rosszabb lett. Maga az, hogy itt 3,4-ről 3,1-re ment, ez jó, mert hogy akkor csökkent, de itt viszont visszaugrottunk 3,2-ről, most 3,4-et várnak, na majd meglátjuk, hogy Jerome powell hogyan küzdenek az inflációval, milyen adatokat tudnak kihozni, de azt tudhatjuk, hogy ez kijön majd a, a héten, ez is befolyásolhatja picit a piacot, tudjátok a tőzsdér is kizakodhatni, vagy éppenséggel a kriptóra is, de a lényeg az, hogy a, fő esemény mindenképpen a, a Bitcoin halving itt most kriptós körökben. Na, és még egy kriptós. Bitcoinos hír Paraguayból, ahol is lehet, hogy betiltják majd a bitcoin bányászatot. Nos, Paraguayban is foly, ö, folytatják, ugye jelen pillanat még mégis tehetik a bitcoin bányászatot, de lehet, hogy be fogják ott tiltani. Miért? Nos, azért, mert ö, azt állítják a törvényhozók, akik most egy törvényjavaslattal rukkoltak elő április 4-én, hogy ö, az illegális bitcoin bányászok lopják nagy mennyiségben az országnak az energia ö, hálózatát csapolják meg, és ezzel az energia ellátása az országnak állításuk szerint veszélybe kerül. Viszont, ha teljes mértékben betiltják a bitcoin bányászatot, ö, ami ez nem egy kétperces dolog, mert ugye az a lényeg az, hogy azt most benyújtották ezt a törvényjavaslatot, aztán utána jóvá is kell hagyni, és utána van hogy 180 napos időszak, ugye, hogy hatályba lépjen de akkor Paraguay akár évi 200 millió dolláros bevételtől is kieshet, ugyanis vannak legális módon bányászók akik akik igencsak nagy mennyiségben használják az áramot, de ezért fizetnek 5 centet kilóvet per óránként, és ugye ebből van ez a mennyiségű pénz, 200 millió dollár éves szinten bevétel, sőt itt a nagy szereplőket is érintheti, ez a szabályozás, ugyanis itt van a Marathon Digital Holding, amik egyébként novemberben kezdtek valami új dolgot oda telepíteni bányászat szempontjából. Tehát, hogy meg Látjuk, de nyilván ez nem fogja a bitcoin hálózatot zavarni, csak éppenséggel Paraguay ezeken a lépéseken gondolkozik. Oké, most pedig jöjjön a Kérdezfellekról. És ha van kérdésed, hozzászólásod, építőkritika, információ, ez mind jöhet a legutolsó nagy videó alá, onnan szoktam szemezgetni. Most egyet visszalépek, mert ugye van egy-egy ilyen különleges videó, egy interjú például, ami Glázaranytával e készült. Egyébként csak úgy zárványosan megjegyzem, hogy aki még nem látta ezt a videót, annak ajánlom figyelmébe, és már is mutatom, hogy miért. Tehát ugye igaz, hogy a cím az, hogy kriptoadozási aktualitások 2024. De nagyon sok mindenről esik szó. Nézd, direkt betettük ide az időbélyeget, hogy könnyen tudjatok mászkálni itt a témák között, és lássatok, mikről beszélünk. Tehát aki új, az tudja meg, hogy mi a fekete doboz elve, itt a kriptóban, a régiek azok már tudják, hogy miért érdemes bevallani a veszteséget is az adóbevallásnál, de sokan azt hiszik, hogy, hogy, hogy pont ez egyébként a későbbiekben a, a javukra szól, ö, válhat. Beszél Anita itt az adó kiegyenlítési időszak értelmezéséről, az adó optimalizálás lehetőségeiről, hogy mi számít valódi realizálásnak, hogy kinek érheti meg cégként kriptózni, ez nagyon fontos. A Lambda program fontossága ez az, hogyha ki akarsz venni nagyon mennyiségű kriptót majd idővel, ö, bocsánat, ö, realizálni akarsz, és mi kiutalnád a bankodba, és ugye ott van a kérdés, hogy jó, de honnan van uram, meg ez a pénze. Erről szól a Lambda program. Aztán van a mi a track before előnyei, ugyanis ezek ki tudod szűrni azt, hogy nehogy valami olyan címmel lépjék kapcsolatba peer-to-peer, -peer, ami ugye ö, téged bajba sodorhat a későbbiek során, például egy nagyobb kiutalásnál, amikor is átvilágítják, hogy milyen forgalom volt a ugye kriptóban nálad, honnan érkeztek azok az összegek, hogyan született az a kriptóportfólió, miért is ö, teljesen ö, van Miért, miért is van az rendben, hogy ugye azzal a mennyiséggel rendelkezel, mert hogyha ez bizonyítani tudod, és minden rendben van, akkor természetesen ö, azt ki is tudod venni fiádban, hogyha szeretnéd, és akkor a bankod is teljesen engedni fogja. És miről szól a Mika? Mit érint, és mit nem érint? A Mika ugye ez az európai törvényszabályozás itt a kriptót nézzük. Szóval Ennyi sok tém, dolog van benne, ez egy közel egy órás videó. Én mindig próbálok olyan ugye, vendégeket hívni, akár a BCB Klub előadásokra, akár egyébként ide, akik tényleg a, a szakma legjobbjai Magyarországon, de külföldi ugye, interjúm is vannak a, a BCB Klubban, és pontosan azért, hogy ti tényleg rendelkezettek azokkal az információkkal, hogy tényleg jól tudjatok mozogni a kriptóban, és a legtöbbet tudjátok kihozni, és hogy hosszú távon sikeresek legyetek. Tehát ez az egész BCB-nek itt a, a, a célja. Na. Szóval nézzétek meg ezt a videót, szerintem mindenképpen érdemes, sokat tudtok belőle tanulni. Aztán itt a kérdezfelek rovatban egy napot visszamegyek akkor a szerdainál, és szerintem erről szeretnék most beszélni, hogy szia, írtam, Instán Kamu profil -al. kapcsolatban, gondoltam szólók, hogy tutira értesülj róla, köszi a melót ismét. Kornél, Kornél, köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy ezeket is néha ide felhívjátok itt a figyelmet a Kamu profilokra, és egy pár szót ejtenék erről, mert kaptam már olyan e-mailt, hogy jó lenne, hogyha visszautalnám a, a, a pénzt azzal kapcsolatban, hogy ő valamiben megbízott, ugye nem engem, hanem sajnos azt a kamu embert, aki felhasználja a Blockchain Bloom nevét, brandet, hogy kiszedjen belőletek pénzt. Természetesen sok emberből nem tud, de sok az új, sokan naív, és sajnos, hogyha én írok, mármint úgy tűnik, nem én írok, de hogyha úgy tűnik, akkor azt a bizalmat, amit fölépítettem itt már több mint három és fél év alatt ezekkel a, a több mint kétezer videóval a Youtube-on, azt, 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 kihasználják és azt mondják, hogy, hogy, hogy akkor az emberek sokszor, ú, tényleg van a lehetőség, ú, de jó, hogy írtál, minden, oké, okay, Csak hogy elrettentésként TikTok beírtad a TikTokra, hogy blockchain bloom. Tehát Sajnos ez van, hogyha vannak jó brendek, azokat meg fogják ez lovagolni, és ki akarják használni. És nézzük, hogy a legfőső, az az enyém 25.800 követővel jelen pillanatban, itt a TikTokon, és alatta ez mind, 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 mind kamu. Mind, mind, mind. Különböző elírásokkal, nézzük, meg, csak egy betű terült, Hungary, ott erre cseléri, ezer követővel rendelkezik. Um, számomra ez a legdurvább, ez a t.tamara.g, akármi, és akkor itt van, hogy tízezer követő. Szerintem vannak itt követők is, tudod, hogy direkt ugye azért, hogy úgy tűnjön, hogy úgy, de sokan követik, hát akkor ez biztos az igazi oldal. De azért többen nem követik szerencsére ezeket a kamu oldalakat. És akkor gondolnád, hogy ennyi van, de nem. Akkor nézd meg, megyek lefele. Mind mindig egyetlen egyik, egyik sem, egyik sem én vagyok. És ezek az oldalak, nézd meg ezt a mennyiséget, ez csak a TikTok, de ha fölmész az Instára, fölmész a Facebookra, Ugyanott vannak ezek a, a kam oldalak. Arra figyelhetek, nézzek, bármelyik ilyenre most ö, rámegyek, tök mindegy, nem tudom, bár most kiválasztom itt fölülről, tehát a Blockchain Blue most, nem tessék. 1040 követő, de nézzétek meg, hogy, 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 hogy milyen ö, videók vannak fönt, tehát 10. ó. 14. meg. Tehát egy ideig tolta a dolgokat, és akkor abban az időszakban, ugye, feltette ennyi, 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 ennyi videót ö, sikerült akkor föltennie. Van 4800 lájkja, ijesztő, hogy ugye komprofilen ennyit begyűjtött. Látjátok a követői számát, ő mennyit követ, ez mindig gyanús. Én biztos nem fogok sok embert követni, tehát azért követ ilyen sokat be, hogy kövessék vissza. Jó, tehát ez nagyon ö, fontos. Nézd meg az igazi oldalt ezzel szembe. Tehát közel 400 ezer lájk, ezt nem fogják tudni két perc alatt összerakni. Uh, és nagyon kell 22 uh, csatorna van itt követésben, és ha megnézed a videókat, tehát itt vannak olyan videók, amiket több mint 500-en néztek meg, 130 ezeren, akkor itt láthatod, hogy a, a napi videókat is uh, 8000-6000, tehát hogyha visszamész ide, és mondjuk maradjunk ennél remek például, vagy, vagy teljesen mint egy másikat is uh, választok, akkor látod ezeket a videókat, sajnos megnézik jó páran, de azért ez a 100 valahány, megnézik, az a százvalahány, amit megnéz, az nem ugyanaz. Tehát 80-an, 170 177-en annyian nem fogják megnézni ezeket a videókat, azokat is megnézik. Igazából a az jó, jó hogy hogy terjed a blockchain blue nak a hangernek a híre, de nagyon-nagyon nem jó, hogy ilyen módon terjed, és több ember ennek már áldozott leset, és mindig, aki ugye, ugye sértetnek érzi magát, mert konkrétan azt hiszi, hogy én írtam neki, akkor, akkor mindig van az, hogy szeretném visszakapni a pénzemet, vagy a rendőrséghez fogok fordulni, és akkor eznek nagyon örülök, mert én, én mindig akkor ott vagyok, hogy mindig azt mondom, igen, én kérem, hogy forduljunk rendőrséghez, mert jogi úton mindegy ügyvéd jöhetnek, ahogy akarnak, mert minden védhető, minden rendben van, ezeket nem mi követjük el. Tehát egy nagyon fontos, soha nem fogok rád érni. Jó? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nincs erre időm. Nem tudok ezzel foglalkozni. Szóval biztos, hogy nem. Te egyedül velem kommunikálni, a BCB klubban tudsz személyesen, ott nekem ír személyesen, csak a VIP csomagtól, tehát VIP platinások ott tudnak velem beszélni, nincs időm máshol ugye írni. A YouTube-on itt, amikről most pont most csinálunk, tehát hogy itt ezt, ezt én írtam, mert a YouTube-on egy-két kérdéssel akkor válaszolok, amit úgy így bedobunk is, akkor a, a közösséget e, ugye segíti, de de már olyan mennyiségű e-mail mennyiséget kaptam egy idő után meg a különböző social felületeken, hogy én ezt biztos nem tudom kezelni. Tehát e, ha akarsz, akkor ott van a BCB Klub, de egyébként e, ne írjál a social felületeken, mert e, ugye és, és ha valaki meg megszólít az én nevemben, vagy éppen a Blockchain bloom blockchain Hungary nevében, akkor hogy figyelj, itt van a jó lehetőség, mivel fektetsz, én ebbe teszem, tegyél bele, küldj, nem én vagyok, csak le akar húzni. Jó, ez nagyon fontos. És én úgy gondolom, hogy most erről szerettem volna beszélni, és ezt az elrettentő példát megmutatni, hogy ilyen sok kamu profil van. Mit tudunk tenni? Jelentjük őket. A TikTokon még ezt se tudod rendesen csinálni. A Facebookon legalább tudod a jelentéseket csinálni, tehát ha láttok ilyeneket, kérem a kamukat, jelentsétek, azt megköszönöm, Ritkítsuk, de ha egy megszűnik, kettő szörítik másnap helyette. És most jön a Bika piac ez még durvább lesz. Sok az új, és az újakat ki fogják használni ebben, hogy átverjék őket, és ez csak a saját oldalam. Nyilván készüljetek, hogy a többi kriptós külföldiek is így vannak, mindegy, tehát a többi kriptós oldal is folyamatosan folyamatosan jönnek azok öm, a, a, a kamu megkeresések, tehát ez csak egy példa volt, öm, példa volt erre. Jó, a, na Ennyit akkor szerintem erről, és ne felejtsétek, hogy a napra készek szeretnétek viszont lenni, és amíg új vagy, és még nem iratkoztál fel a csatornára, na akkor iratkozz fel, hogyha minden nap szeretnéd megtapni a legkis, legkisebb, legfrissebb kriptós és blokkán círeket, úgy a videó végére már én is elfáradtam. Szóval a lényeg az, hogy ha igen, akkor iratkozz fel és hozom a sortokat, meg a hosszabb videókat is, mint láthatjátok. És ha tetszik a tartalom, amit gyártok, tehát hogyha hasznos, akkor pedig jöhet a like. Köszönöm szépen, na, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!